Vérnyomást mér dr. Papti Vadar házi orvos Bonyhádon. 11 éve dolgozik házi orvosként, előtte szülésznőgyógyász volt a Bonyhádi Városi Klinikán. Bonyhádi házi orvosi praxisa előtt Nagydorog és Bikács településeken végezte el ugyanezt a munkát. Az orvosi pályára gimnazista koromban döntöttem el, hogy orvosi pályát választom. Ebbe részint családi indítatás is volt édesapám révén, és engem is így a biológia érdekelt a legjobban már gimnazista koromban is, és akkor ez így egyértelművé tette, hogy erre a pályára fogok készülni. Nagyon sok nyugdíjas, illetve idős háziorvos dolgozik, illetve sok olyan körzet van, ami nincsen betöltve, tehát nincsen állandó háziorvos, hanem maximum csak helyettesítés. Most, hogy ennek így pontosan mi áll a hátterébe, ezt én nem tudom megmondani, de azt így lehet látni, hogy valóban akik fiatalok között, vagy akik végeznek, tehát viszonylag kicsi az érdeklődés a háziorvosi pálya felé. A háziorvosi rendelőknek rendelkezniük kell egy bizonyos alapfelszereltséggel, ez nincs másképp a doktor úr rendelőjében sem. Az alapfelszereltségen túl dr. Papti Vadar néhány olyan orvosi kelléket is igénybe vett, amit otthonról szállított rendelőjébe, ezek segítik a betegek ellátását és megkönnyítik a háziorvos munkáját. Dr. Papti Vadar egy kisebb kitérő után kezdett újra praktizálni, már háziorvosként. Igazából a szülészet, nőgyógyászat és a háziorvoskodás között volt egy pár éves kitérőm, amikor egy gyógyszercégnél dolgoztam, tehát igazából mondjuk így nem szakadtam el akkor sem az egészségügytől teljesen, de abban az időszakban a háziorvosi körzetekben elég nagy rálátásom lett, és miután visszaszerettem volna térni az orvosi pályára, akkor úgy döntöttem, hogy ezt fogom választani, és nem a kórházi vonalat, vagy nem ahhoz térek vissza. A házi orvosi pálya során gyakorlatilag a pácienseinknek kicsit az életeik részeseivé válunk, tehát nem mindig csak konkrétan a betegségeikkel kapcsolatban. Tehát egy házi orvos az sokkal jobban ismeri a pácienseit, mint mondjuk egy olyan szakorvos, akihez tényleg csak egy konkrét kérdéssel kerül a kórházba az illető. Most ez bizonyos szempontból ugye nehezíti is ezt a dolgot, de sok esetben könnyebbé is teszi, és hát szerintem ezáltal mondjuk érdekessé is válik ez a pálya. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy talán a háziorvosi pályának ugye a presztízse, mondjuk amiket említett, hogy sebész, ortopédorvos, szülész, nőgyógyász kisebbnek vélik, pláne mondjuk ilyen fiatal kezdő orvos korukba a kollégák. Aztán lehet, hogy eltelik egy 10-15 év, és akkor páran azért most is úgy fognak dönteni, hogy ezt a pályát választják inkább. Hát egy átlagos napja, ugye, attól függ természetesen, hogy hány településen rendel. Ugye, ahogy én említettem, hogy a Cikó is tartozik, és a korábbi hely, ahol dolgoztam, ez Nagydorog és Bikács települések voltak, ott is kettő település tartozott hozzám. Elkezdődik reggel az egyik településen a rendelés, érkeznek a betegek, asszisztensnő várja a betegeket, meghallgatjuk a panaszaikat, kéréseiket, igényeiket, és történik folyamatosan az ellátásuk. És akkor lesz a vége a rendelési időnek, ugye ezután van egy készenléti idő, amíg az ügyeleti idő délután nem kezdődik el, ebben az időszakban pedig ugye hívásokra a házhoz megy a házi orvos, vagy hogyha valami olyan sürgős dolog adódik, ami az ő hatáskörébe tartozik, akkor azt intézi, rendezi. Dr. Papti Vadar Bonyhádon a második számú házi orvosi körzetben praktizál. Ez azt jelenti, hogy Bonyhád mellett a páciensek Cikón is élhetnek a panaszukkal a házi orvosnak.